De azt tudom, hogy lélekben sokkal többen vannak itt. Azt is tudom, hogy nagyon sokan azért nem indultak el ide a Hősök terére, mert a saját településükön, a saját városukban, a saját falujukban állnak ki mindazon célok mellett, amiért mi most itt ma délután az elkövetkezendő 2-2,5 óra minden percében hitet teszünk. A szekszárdiak, a mosonmagyaróváriak, a debreceniek összön óta mintának és helytának, és tudják, hogy eljön majd az idő. Eljön a mi idő. Ha volt állampárt utódai, és a mögöttük álló erők oly ügyeseknek bizonyultak a magánvagyonok fölhalmozásában, a hatalom megszerzésében, majd a legitimitását vesztett kormányzás megtartásában, akkor vajon csak ügyetlensége, hogy lepusztították az országot? Lehet-e tudatos közreműködés nélkül kiárusítani a nemzeti vagyont? Földjeinket, vizeinket, az energiapiacot, legyengíteni a forintot és az állampapírok értékét. Nyilvánvalóan tudatos pusztítás, ami a magyar iskolákat, a vidéki életet, az egészségügyet és a kárpát-medencei magyarság összetartozásának érzületét érte. Elég volt. Előrehozott választást akarunk. Felelős nemzeti kormányt. Nem késlekedhetünk tovább, hogy jövőnk, gyermekeink jövője érdekében együttes akarattal félreállítsuk a nemzetrontó országvesztést. Megrendülten állok itt, mert ti vagytok a nép akarata itt most a Hősök terén. Ez az összejövetel létszámunkat és akaratunkat tekintve, és képviseleti erőnket tekintve alkotmányozó nemzetgyűlés is lehetne. Ha ezt a világot egy soha meg nem nevezhető háttérhatalom nem vezetné. De vezeti. Azok a magukat szocialistának nevező multimilliárdosok. Akik, amikor kongresszusra összeülnek, mit énekelnek? Föl-fölti rabjai a földnek, föl-fölte éhes proletár. És a magyar népből lett a kiszolgáltatott és tönkretett proletár. Nem belőlük. Ennek az időnek véget kell szakítani. Gyönyörű napos időnk van, és egy virágvasárnapi szimbólum, amire nagyon figyelnünk kell. Gondoljanak arra, hogy több mint 2000 esztendő távolából egy napon Jézus Krisztus úgy vonult be egy városba, hogy hozsannával és pálmaággal köszöntötték. És nem telt el sok idő, azután elárulták, és nagyon sokan az újongók közül képesek voltak feszítsd meget kiáltani. Ezt a vétket a magyar nép, a magyar nemzet nem követheti el még egyszer. Ma egy olyan hatalom van, amelyik úgy gyakorolja a hatalmat, hogy vagy egyáltalán nincs eszméje, vagy pedig téveszméknek a bűvöletében tápláztatja el az embereket. Ma egy néhány ember olyan gazdagodásra törekszik, ami mögött nincsen munka. Mások élvezetre törekszenek minden lelkiismeret nélkül. Sokan úgy gondolják, hogy elég a tudás, jellem nem is kell hozzá. Mások azt mondják, hogy elég a tudomány, de a tudomány sem elég, hogyha nem az emberért van.
folyik a multinacionális kereskedelem erkölcs nélkül, szinte lehetetlenné téve a törekvő egyszerű magyar embernek a céljai. Barátaim, van három nagy hitbeli erény, az egyik az igazságosság, a másik a mértéktartás, a harmadik a bátorság. Mit csináltak az uralmon lévők ezekkel az erényekkel? Igazságosság helyett elkövették a legtökéletesebb igazságtalanságot, amikor a megnyomorítottakat akarják tovább nyomorítani, azért, hogy nekik ne legyen sérelmük. A mértéktartásról szólva semmi mértéket nem ismernek, mert szinte mértéktelenül, és azt kell mondom, hogy arcátlanul ragaszkodnak valamihez, ami már kizárólag az ő javukat szolgálja. A bátorságról te, barátaim, bátorsága az, hogy minden lehetséges alkalommal megpróbálják átejteni, megpróbálják becsapni az ember.